van az a kis váltó. Jól ment a váltás ma? Jól váltás, minden jól. Teljesen mindig nem vagyok sorot. Látom, most most egyre többen ezt mondják. Ez azt jelenti, hogy volt egy-két rossz karika, meg egy-két rossz dolog, vagy ügyeletlen. Hát akkor egy kicsit a szerencse rovására kell ezt írni, de lehet, hogy most az ügyességét visszaadja majd Fortuna, nem? Bízunk benne. Bízunk, de azért jól érezte magát, remélem. Jó, tényleg jó, hogy csak ne álltunk a mellett. Most már elhúztuk a terhőket, úgyhogy reméljük jó lesz a pálya. Eset Csehszlovákiába, és egy igen ritka motorhoz kirándulhatunk. A Tatran 1967-ben készült, 125 köpcent is, kétütemű, mechanikus váltós lánc, illetve lánchajtású, 70 km per óra, Varjasi Miklós Sándor rátalált egyszer csak, teljesen szétszedve. Önindítós gépe indult szépen ma? Mentünk szépen, végül is meg kell mondanom, hogy meglepő jó mentünk. Meglepődött? Nem, végre ez egy jó, pozitív. Itt is vannak néha hibák. Előfordul, de akkor végigment a gép. Igen, igen, nagyon örülök neki, meg hát az, hogy itt lehettek. Én is nagyon örülök, hogy itt van. És hogy ment végig a pályákon, az egyes ügyességi részeken? Hát váltakozó sikerrel, az a borogatós, az sikerült a legjobban. A borogatós, ment a borogatós. Na itt azért ne borogasson semmit, mert ugye nem szabad. Úgyhogy figyelni kell, nagyon klassz Tatrán, tehát akkor egy nyugodtan szépen önindítóval beindul még ma is. Nézzük meg akkor, kis csőkúró. Holnap ezt is meg kell nézni, hiszen egy ritka Csehszlovák gépről van szó. Megyünk tovább a motorok között, egy BMW R45-ös 81-ből. A német gép 450 köpcent és Urai János hozta számunkra. Jó állapotban szerezte a gépet. Tamájára úgy gondolom, hogy nem lehetett baj ma, ugye? Jó, semmi. Mindenhova oda is ért. Nem volt eltévedése semmi? Rossz. Hogy ment a gumidobálás? Kerékcseré is? Van. Akkor elégedett a bélgúzat. Jól érezte magát? Most már akkor egy jó pályán, már úgy látom, kutyák is vannak a pályán, majd ugye? Nehogy elüssük egyiküket, és akkor nézzük, hogy a Tatrán visszaér-e még. Eléggé el, nem. De bízunk benne, hogy visszaér. A Tatrán ott lehet, hogy megkerülte a huszárszobrot is, lehet, hogy függőlegesen. Kicsit lassabban érkezik, de itt van most már. Ő is indexel egyet, biztos, ami biztos. És akkor indul a bömös motorban.